Sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai közmeghallgatáson. 2 év kihagyás után újra közmeghallgatást tartottak Bátaszéken. Közmeghallgatásnak aránylag kötött menetrendje van, hiszen minden alkalommal beszámolót hallgatunk meg, egyrészt a Társadalmi Ellenőrző és Tájékoztató Társulás működéséről, másrészt a Bátaapátiban működő kis és közepes hulladékokat tároló radioaktív tárolónak a működéséről. Ez fontos, hiszen a város a tetten keresztül igen jelentős kommunikációs támogatásban részesül, és hát fontosnak tartjuk, hogy minél több információt adjunk Bátaszékváros lakosságának is, mind a szervezetnek, mind pedig a telephelynek a működéséről. És hát természetesen beszámoltunk a városunk életéről. Kicsit rendhagyó volt itt 2021. szeptemberében 2020-ról beszélni, de fölelevenítettük, hogy mi is történt velünk 2020-ban, hogyan éltük meg a 2020-as esztendőt magánemberként, hogyan éltük meg szervezetként, és milyen gazdasági és pénzügyi háttérrel tudtuk lezárni a 20-as esztendőt. És beszéltünk 21-ről, és itt már nem elsősorban tervekről, hiszen szinte 3/4 évét már leéltük ennek az évnek, hanem hogyan képzeltük a 21-es esztendőnek a működését, és hol tartunk a megvalósításban. Azt lehetett látni, és tapasztaltuk is, és a számadatok is alátámasztották, hogy még a 20-as esztendő egy sokkal nagyobb költségvetési számú gazdálkodás, majdnem 2 milliárdos gazdálkodást eredményezett. 21-ben már visszatértünk úgymond a szokásos költségvetési számokhoz, hiszen mintegy 1,4 milliárdból gazdálkodik az önkormányzat. Alapvetően az intézményi működéseinket próbáltuk ebből megfelelő módon finanszírozni. Figyelemmel arra, hogy nekünk is részt kellett vállalni a koronavírus járvány okozta helyzetnek a kezeléséből, és mintegy 50 millió forinttal kevesebb pénzből kellett a 21-es esztendőnket összerakni. Ettől függetlenül úgy láttuk és úgy látjuk, hogy ha és amennyiben nem jön valami rendkívüli közbe, akkor mindazokat a feladatokat meg tudjuk valósítani, amit terveztünk. Igaz, hogy ez a 21-es költségvetés az egy centire ki van számolva. A közmeghallgatáson felszólalt Horváth István Tolna megye 1-es számú választókerületének országgyűlési képviselője is. Összességében ez a fajta összeg, amit polgármester úr is mondott, ez egy 103 millió forinttal fog még az idei évben növekedni, és ez 100%-ban kormányzati támogatással fog menni, illetve polgármester úr kérte abba a segítségemet, hogy a már évek óta húzódó iskola felújításhoz kell, mint egy 42 millió forintos, most nagyságrendileg ebben erről beszéltünk, ugye többször közbeszerzés volt, ott forráshiány volt, most azon dolgozom, hogy ez a 42 millió forint az a városhoz kerüljön. A közmeghallgatás után testületi ülést tartottak a képviselők, és mintegy 20 napi rendi pontot tárgyaltak meg. Ezek között volt többek között a 2021 évi költségvetés 3-as számú módosítása, ahol a korábbi testületi döntéseknek megfelelően helyére kerültek a különböző források. Ebből azt állapítottuk meg, hogy ha és amennyiben nem lesz rendkívüli helyzet, akkor tudjuk tartani a költségvetés számait, viszont nagyon kicentizett fillére pontos teljesítést kell végrehajtsunk, mert ezek a lehetőségek így alakultak a 2021-es esztendőben. Döntöttünk több más kérdésben is, városfejlesztési kérdésekben. Például döntött a képviselőtestület, hogy az őszi kátyúzási munkákhoz biztosítja a megfelelő forrásokat, kiválasztottuk a kivitelezőt, és néhány héten belül el fognak készülni azok a munkálatok, amelyek a közlekedés biztonsága érdekében feltétlenül szükségesek az aszfaltos utaknál. Döntöttünk arról, hogy az ipari parkban egy földárok nyomvonalának megváltoztatásához kiválasztjuk a tervezőt, biztosítjuk hozzá a forrásokat. Ezzel is szeretnénk elősegíteni, hogy az ipari park területén lévő telkeink, azok még jobb kihasználtságúak legyenek, még többet lehessen belőlük majd megfelelő módon hasznosítani. Döntöttünk arról is, hogy a város egyik ikonikus épületének homlokzatfelújításához támogatást adunk. A gimnázium mellett található egy olyan épület, ami helyi védelem alatt áll, és egy alapítvány tulajdonába került. Az alapítvány kérelmét támogatva 300 000 forinttal hozzájárulunk, hogy a helyi védelem és a helyi védettség értékei továbbiakban is fent tudjanak maradni ezen az épületen.
A képviselőtestület megtárgyalta a Bátaszéki Sportegyesület kérelmét, miszerint újabb 3 millió forintos támogatásra nyújtották be igényüket. A testület a költségvetés jelenlegi helyzete miatt nem tud most újabb támogatást fizetni az egyesületnek, de amint érkezik újabb szabad forrás, visszatérnek rá. Megvitatta a képviselőtestület a Cikói hulladéklerakóhoz kötődő társulásnak a működését és a társulási megállapodásnak a módosítását. Itt hosszas vita alakult ki, hogy ez a társulási megállapodás módosítás, ez Bátaszékváros önkormányzat érdekét sérti-e. Végül is az a döntés született, hogy egyelőre nem támogatja a képviselőtestület a társulási megállapodás módosítását, mely elsősorban a kiváló tagokkal kapcsolatos kötelezettségek rendezéséről kellene, hogy szóljon. Kéri a társulás vezetőjét, elnökét, hogy írásban tájékoztassa a képviselőtestületet, hogy a kiváló önkormányzatok milyen helyzetet teremtenek majd a társulás későbbi működésében, és nem sodorja veszélybe vagy hátrányba a bemaradó települési önkormányzatokat. Folyik a piac felújítására elnyert vidékfejlesztési pályázatunknak a bonyolítása, és egy következő állomáshoz értünk, amikor a piaci épület megvalósításához kiviteli tervet kell készíteni. Erre vonatkozóan döntött a képviselőtestület, és kiválasztotta azt a tervezőt, aki elkészíti az új piaci épület kiviteli tervét, hiszen ez a kiviteli terv része kell, hogy legyen annak a közbeszerzési dokumentációnak, ami a teljes piac tér felújítását hivatott majd olyan értelemben szolgálni, hogy ezen dokumentáció és a közbeszerzési eljárás alapján dönti el majd a képviselőtestület, ki az a vállalkozó, aki a felújítási munkálatokat el tudja végezni. Reményeink szerint még ebben az esztendőben a közbeszerzési eljárás ki tudjuk írni, és ki tudjuk választani a kivitelezőt, hogy 2022 tavaszára már egy megújult piactérre tudjuk fogadni a Bátaszékre érkező árusokat, illetve a bátaszékiek egy megújult piactéren tudják a piaci szolgáltatásokat igénybe venni.